Ez a pneumatikus ICS része a most felavatott labornak az Óbudai Egyetem Alba Régia műszaki karán. A gyakorlati oktatás segítő tantermet az Arconic Alapítványa korábban 100 000 dollárral támogatta. Fontos az élethosszú tartó tanulás. Ipar 4.0, Internet of Things, mesterséges intelligencia, virtuális valóság, smart manufacturing. Csak néhány olyan terminológia, amelyről egyre többször esik manapság, de azt is lehetne mondani, hogy néhány olyan terminológia, amelyikről nem hallottunk 15 évvel ezelőtt. Ez a fejlődés, ez a technológiai fejlődés felgyorsult, egyre kevesebb idő szükség lehetetik ahhoz, hogy egy-egy új technológia megvalósításra kerüljön az iparba. Éppen ezért az Arconic Ötvén Kft. Elkötelezett arra, hogy minél inkább, minél gyorsabban ezeket az új technológiákat átültessük a gyakorlatba. Ezért is van az, hogy a középfokú duális képzés mellett bekapcsolódtunk a felsőfokú duális képzésbe. Az avatáson Katus István, az Arconic Köfém Kft. Vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a laborban a hallgatók ugyanolyan gépekkel találkozhatnak, mint majd a valós életben is. Fontos az Arconic számára az, hogy az egyetemről kikerülve olyan diákok kerüljenek az ipari környezetbe, akik nem csak elméleti tudással vannak felvértezve, hanem megfelelő szakmai, gyakorlati tudásnak a birtokában vannak, és éppen ezért gondoltuk úgy, hogy ebből a támogatásból létrehozunk egy olyan labort az Óbudai Egyetemmel közösen, amely laborban olyan technológiák vannak, amelyeket az Arconic telephelyén is alkalmazunk, és nem csak itt tudnak tanulni és gyakorolni a diákok, hanem utána az itt megszerzett gyakorlati tudást élőbe az Arconicnak a telephelyén is tovább tudják felhasználni. Következő 22 millió forinttal, ugye, amiről most volt itt az átadás, mi a terv, illetve ezt miért adományozta az iskolának az Arconic? Hasonló céllal adományoztuk. Jelen pillanatban ez egy első lépés volt, ennek a technológiának a kialakítása, de hát, mint ahogy a beszédemben is mondtam, a technológia az rohamos léptékben fejlődik, és úgy gondoljuk, hogy ahhoz, hogy ez a PLC labor ne csak a mának szóljon, hanem a jövőnek is, szükséges a további fejlesztés. A duális képzés tekintetében most már van egy nagyjából egy éves folyamat, ami visszatekintésre adhatok. Ott eddig milyenek a visszajelzések? Most akár az Arconic részéről, akár a hallgatóknak az Arconic felé történő visszajelzései milyenek, mennyire működik ez a képzési forma? Egyértelműen pozitív a visszajelzés. Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy a kormány bevezette ezt a képzési formát, mindenképpen jót tett a vállalatoknak és jót tett a hallgatóknak is. A vállalatoknak azért, mert amint említettem, nem csak egy elméleti szakembert kap a vállalat, akit 5 év elméleti képzés után kell felkészíteni a gyakorlati tudásra, hanem itt a hallgatók folyamatosan az elméleti képzés mellett gyakorlati tudásra tudnak szertenni, magukba tudják inni a vállalatnak a kultúráját, tehát akkor, amikor kikerülnek az egyetemről, akkor egy kész embert kap a vállalat. Én úgy gondolom, hogy ez jó a hallgatóknak is, és a visszajelzések alapján is szeretik ezt a fajta képzési formát, de hozzá kell tennem, hogy ez a képzési forma csak akkor működik, hogyha mind a két fél beleteszi az energiát. A diák is beleteszi az energiát, és a vállalat is beleteszi az energiát, tehát minden egyes diák mellé olyan mentort rendel, aki folyamatosan nyomon követi a diáknak a fejlődését, és ha megakad, akkor át tudja lendíteni a nehézségeken. Az Arconic az avatást követően újabb összeggel, mintegy 22 millió forinttal járult hozzá a labor bővítéséhez és fejlesztéséhez, ezzel is segítve a hallgatók tanulmányait. Az egyetem nevében Réger Mihály rektor mondott köszönetet, hangsúlyozva kiemelkedően fontos, hogy a hallgatók már az egyetemen gyakorlati mérnöki problémákkal ismerkedhetnek, és a feladatokat a legkorszerűbb eszközökön tudják megoldani. Ipari elektronikai labor a hivatalos neve ennek a műszeregyüttesnek, amely egy olyan berendezés kollekció, amelynek segítségével a hallgatóink a valós ipari folyamatokat tudják tanulmányozni, azoknak a szabályozását, esetleges problémáknak a megoldását, illetve hát az egész rendszernek a teljes működését, automatizálását. Eddig ez hogy történt ez a folyamat, amíg ez a labor nem volt egy gyakorlatban, hogy tudták megtapasztalni, illetve most ez miért hasznosabb, hogy itt van helyben ez a labor? Hát ezen a területen nagyon gyors a változás. Nyilván voltak eddig is eszközeink, csak más rendszerűek, amelyek nem feltétlenül tükrözték az éppen aktuális gyártási színvonalat.
gyártási technológiát. Tehát ez egy óriási lépés most az elmúlt időszakhoz képest, mert ezeket az eszközöket tényleg abszolút korszerűnek és világszínvonalnak tekintetjük. Ugye, hogyha úgy veszük, akkor ez a duális képzésnek köszönhető, és ez a labor. Erről a duális képzésről az utóbbi időben, vagy az elmúlt egy évben akár milyen visszajelzések érkeznek, vagy a hallgatóktól, vagy akár az Alkonik részéről? Alapvetően nagyon pozitívak ezek a visszajelzések, mind a vállalatok, illetve a hallgatók részéről is. A hallgatóink nagyon elkötelezettek ebben az egész képzésben, tekintettel arra, hogy egész évben 4 hét szabadságuk marad ezen képzés keretében. Ez azt is jelenti, hogy sokkal intenzívebben tudnak tanulni. Az egy teljesen világos jelenség, hogy kisebb az úgynevezett lemorzsolódás, tehát aki bekerül a duális képzésbe, az nagy valószínűséggel benne is marad, és el fogja végezni ezt a képzést. A végzettek tudásáról még nagyon nincs információnk, még nem tartunk ott. Ugye most a mostani laboravatón további 22 millió forintot ajánlott fel az Alkonik. Ennek az összegnek majd mi lesz a célja? Ez hova fektetődik be, hogyha így tetszik itt az egyetemen? Az én tudomásom szerint ez nincs egész pontosan definiálva, de nyilván egy hasonló laboratóriumnak a kialakítása a cél. Tovább szélesíteni azt a műszaki területet, amelyen a hallgatóink meg tudják tapasztalni az ipari valóságot. Ha úgy veszek, akkor ilyen laboratórium, mondjuk egyetemi szinten, ez most már ilyen általános dolognak számít, vagy egyedülálló dolog, ez a fejolvári labor? Hát mindenféleképpen azért különlegesség. Szeretnénk, hogyha általánossá válna, de hát a anyagi nehézségek nyilván ennek útját tálják. Ez nagy lépés nekünk. Az Alkonik Öfém Kft. És az Óbudai Egyetem Alba Régia Műszaki Kara 2015-ben kötött stratégiai szerződést, amely többek között lehetővé tette, hogy duális képzési formában mérnök-informatikus gépészmérnök, villamosmérnök és műszaki menedzser szakos hallgatók képzésében is szerepet vállaljon a cég. Az elektronikus laboratórium projektet még 2016-ban indított el az Alkonik Öfém az egyetemmel közösen. Az ipari elektronikai labor a hallgatók legfrissebb ismereteinek megszerzését és hatékonyabb gyakorlati elsajátítását szolgálja az egyetemen.